يا فسرة، شو رأيك؟ ما تشوفك طب ما تشوفك ما تشوفك إيش أرقدين هماروشان Oda is betérek, aztán cserélek le edényeket is. Még most jön két kés, na várjál, három. Aztán három kés jön. Azt én azt hiszem az elég. Nagyon vívódok magamban, van ott a 350 ér egy teljes ilyen nagy kés készlet. Tetszik a dolog, de még gondolkodok rajta. Ez a Henkel. Német, vagy Solingen, vagy valami ilyesmire gondolok. De van az a Henkel, az a, vagy Zündorf, biztos ismeritek ezeket. A Remzi is ilyesmiket használ mindig. A hatoskői TSZ-nél volt egy kovács, a öreg, Pali bácsi. Nem. Ja, de, Pali. Pali? Nem biztos. De a Pali bácsi az a izé volt. A Schwab. Lajos bácsi. A szecskavágó elvágta neki a négy ujját. Javították. Aztán oda kapaszkodott bele, az a hülye meg megint itt bum. Lebaszta mind a négy ujját. Gondolkodtak rajta, hogy levágnak négy darab tehén tőgyet, és ráteszik a ujja helyére, és akkor lefejik róla a tejet minden nap. De hát nem egyeztek bele. Na, szóval félretéve a hülyeséget. Nem kellett itten neki kiotói, meg miért, milyen nevezetes acélok, meg német acél, meg... Ja, de német acél az kellett. Meg a franc, hogy milyen nevezetes ilyen Santokú kések. Ez az, valami Santokú franc, hogy mi. Volt egy 1910-es években készített első világháborús német katonai szurony. Gyerekek. Leszette róla azt a nyérészt, kilapította, basszony, olyan kés csinált belőle, de ilyen nagy volt. Szúrókést kikovácsolta. Hú, de szép volt. Azt mondja, hogy ezt még élsz, baszki, ezt alig kell egyszer-kétszer talán megélesíteni. Ez annyira éltartóak voltak azok az acélok, még azok a régi acélok. Németek építettek ilyen bunkerekot, gyerekek is. Hát ugye Németországból hozták oda ezt a betonacélt, tudjátok, ez a ilyen rücskös volt. Ezt a mai napig is használják. A magyaros fűszersót tettem rá. Mustárt. Igen, egy olyan jó púpos evőkanál reszelt nyers fokhagymát hozzáteszek. Másfél kérdeci vörösbor. A
Pinot Noir. Kan je natuurlijk verder. Gyerekek, nagyon-nagyon-nagyon élvezem ezt a dolgot. Na, szóval németek építettek ilyen bunkerokat, és telirakták ezzel a... Nem mondom, Németországba hozták ezt a betonacélt. Hát aztán ugye eltelt a háború, minden, és... Az emberek rájött, volt egy pár ilyen bunker, amit meglőttek, kicsit széjjel ment a, egy része, és úgy kívül jöttek, tudjátok, hogy összeomlik egy ház, és látjátok azokat a betonvasakat. Azt kimentek oda az emberek, és nézegették, próbálgatták ezt a vasat ki, valamilyen, nem is tudom, milyen fűrészeket tudtak csak levágni belőle darabot. Gyerekek! Hidegvágókat készítettek belőle. Olyan anyag volt, az a vasanyag. Mondom, hidegvágókat. Annyira kemény volt, meg késeket kikovácsolták késeknek. Hú, az annyira jó. Még a mai napig is megvannak ezek a bunkerok egyes részeken. Már benőtte a fa meg a fű. Igen. Paradics. Még több szaftja lesz. Alright. Na? Mit szóltok hozzá? Jó lesz ez így? Tudom még mit teszek majd rá. Ja, gombát igen, azt el nem felejtem. Csak a legvégén lesz hozzá gomba. Más nem teszünk bele. Majd megízlelem. Azt lehet, hogy egy kis bors. Egy kicsit kiegészítjük ezt a ízt. Egy kis borssal. Gomba. Talán egy kis zöld borsó a legvégén. Majd kiderül. Még egyelőre főzni kell. Legalább egy órát. Sőt, mi több, hát még vizet is kell tegyek bele. Ez elfőli. Elég nehezen puhul meg, de viszont megéri vele foglalkozni. Most látjátok, az a sok kövér úgy összezsugorodott. Ja. Na, jó van. Így lassú tűz, viszonylag lassú tűz. És hát legalább egy órát menjen. Néha megkeverni. Na, ez a probléma. Ezért rendeltem meg azt a másik kést is. Nézd ide, ez. Itt lenyomod. Ha most éppen elvált, de az előbb itt nem. Várja, akarom mutatni. Tehát ez, nézd le. Újabb batericsere volt. Szóval az a problémám, amit mutattam, hogy szerettem volna mutatni, hogy amikor itt elvágsz valamit, és így ráragad. Na most azért rendeltem, nézd meg, és csak úgy tudod leverni, hogy lehúzod. Mivel hogy vákum. Tehát annyira sima, hogy most már nem, de az előbb, mikor vágtam, hogy ilyen vákum van itt, és akkor azért vannak azok bemélyítve, ilyen rovátkák, azért rendeltem olyan kést is, hát nyilván, csak biztos akartam benne lenni, hogy ezek a szantoku kések, ez nem kamu, mert azért vigyázni kell, tudjátok, én öreg róka vagyok, óvatos vagyok. Úgyhogy, na, mit csinálok? Hát, megfőzünk egy kis krumplit, csinálunk egy kis természetes krumplipürét, tehát nem olyan krumplipürét, ami hát előre bekevert ilyen porból van, hanem majd én ugye megfőzöm magát a krumplit, el is akarom használni, ami van itthon, egy volt, több nincs, és
Hát úgy tervezzük, hogy majd holnap, vagy holnap után Évi megjön korábban, és akkor elmegyünk. Csinálunk egy jó nagy bevásárlást, húsokat, mindent, úgyhogy most ki kell ürítsek, amennyire lehet mindent. Tehát mindent úgy sem tudok, ez az igazság, de úgy nagyjából, jó? Víz, ugye nyilván, látszik is. Oké, okay. És teszünk bele egy kis sót. És hát megfejezik a krumplit puhára. Szőlőmagolaj. Rátesszük ezt a egyfej lilahagymát. És ezt a jó háromnegyed paprikát. Édes paprikát. És szépen megfogjuk jól tinsztelni az egészet. Egyelőre nem teszek rá semmit. Majd csak sózom egy kicsit, meg borsozom a végén. Meg talán egy pici kis fokhagyma, majd még megy hozzá. Jó, egyelőre süljön. Most a kutyám oda ment a hátsó ajtóhoz. Ki kell engedjem. Megnézzük, mit csinál, oké? Okay? Közben a kávém is elkészült. Egészségetekre. Na, lesz valami? Pis-pis, igen. Jó, nagyot aludt. Általában átalussza délelőttöket. Napozás lesz. Jó, az is jó. Egyen meg a kis szívedet, azt tegyen meg. Na, nézzél erre. Az álmos pofája neki. Mám a körömvágás van, bizony. Ajaj. Na, mit szóltok ez az időhöz? 21. Megjött a YouTube-os fizetésem, gyerekek. Köszönöm szépen nektek, mert tőletek függ az is, hogy kapok-e, meg az is, hogy mennyit. Köszönöm a lájkokat, a feliratkozásokat. És hogyha minél tovább nézitek a reklámot, hát tudom, hogy nem szeretitek, meg én sem szeretem nézni, az mindig többet hoz nekem. Na most ebből tudok ilyeneket venni, most rendeltem egy ilyen remótot. Na most nézd meg ezt a remótot, itt van. Nézd meg, ott, ez már nem tudom hány éve megvan, és be van szakadva a piros, látjátok a piros gombnál? Beszakadt ott. Most rendeltem egyet, azt hiszem holnap jön meg. És hát ezeket a késeket is. Ezekből a pénzekből tudom finanszírozni. Köszönöm szépen még egyszer. Hát, gyerekek, időnként mindig visszamegyek a, hogy hívják be, komputerszobába, és közben nézem, ugye háború Ukrajnában című hírtévé, stb. Egyéb más csatornákat, amerikait, német, ugye, és hát, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Meg mind a híradókat, és egy feszültség van bennem. Úgyhogy ezért ez a videón azt hiszem érezni a videó hangulatán is, ugye, hogy nem valahogy semmi humorom nincs humorizálni. Semmi, abszolút. Ugye megértitek. Fél öt van. Nézd meg, a csontról lejött a
a húsi. Ugye? Tehát meg előbb meg is néztem, hogy mennyire puha. Na most. Főszerezés, ugye? Majoranna. Fekete bors, egy kicsi, nem sok. Oké. És egy kevés. Szép. Élénk piros, spanyol paprika. Ez a mai menü lesz, ami a tepsibe van, hát az meg majd holnap után. Vagy azután, ilyenkor előre kell dolgozzak egy kicsit. Na gyerekek, most jön a napfénypontja, ugyanis. Nem a nyers gombát fogom használni, ezt a levével együtt teszem, hanem egy ilyen, ami már meg van főve. Ugye, adunk egy kis hőt. Tehát gomba. Eddig jó, ugye? És ennek körülbelül a mindjárt kiderül, hogy bele teszem mindet. Az öt borsót. Igen. Elbírja nyugodtan. Egy kis zöld borsos gombás húsi lesz belőle. Hát sűríteni lehetne, aztán fölönteném egy kicsit. És hát ezt ugye előtte bekeverem egy kis vízzel, mondjuk, és akkor ilyen krémszerű lesne a szaftja, de ez is sós, meg mit tudom én, úgyhogy itt elég, van itt elég fűszer, meg só, meg minden, úgyhogy nem sűrítem be vele. Ha nagyon híg lenne, de nem híg. Esetleg egy kis cornstarch, a kukorica keményítőt lehet hozzátenni egy keveset, de nyugodtan hagyhatod így. Ha így fog kinézni, hagyd így, jó? Véleményem szerint ez így megfelel. Jó, egyet for. A borsom minden, ugye ez már meg van főve. Úgyhogy kihagyjuk a gombagrévit ebből a menetből. All right. Forró a krumpli. Hideg a vaj. Öt deka körülbelül. Megolvaszhattam volna éppen. Mikróba egy picit. Oké, egyszer. Meg. Kevés kis fekete bors, petrezselyem zöldje, egyet perdítünk. Majd kell, vegyek már ezt a nyomkodós, ismeritek, krumpli nyomót, mert nem mindig akarom úgy
kipürésíteni, csak ilyen kicsit ilyen darabosra. Ugye? Mint ahogy itt látjátok. Kicsit olyan darabos legyen. Nem akarom teljesen krémszerűvé nyomni. És az ahhoz elég volna, az is csak mindig elfelejtem, mikor ott vagyunk, ahol van, akkor meg elfelejtem, aztán elmarad. Nem egy drága dolog. Egyszerűen, hogy ránéztem, ámor nem kell, van nekem nyomom. Hát aztán ilyenkor meg nem kellene. De a villával itt vacakolják, igaz, gyerekek? Ja. Jó. Tejföl, Jóska. Igen, elég magas, nem teszünk sót. Elég sós. Igen. Alright. És csak így ilyen, kicsit ilyen parasztosan. Nézd ide! Jó lett volna, jó kis szalonna zsír, mi? Így is jó. És egy ilyen kis sült hagyma, sült paprika. Kicsit ilyen falusiasra. Miért ne? Az anyám idegen 700-át. Ez jó lett. Na, gyerekek. Évi megjött. Kezdünk egy tálalást. A régi fagyiszedővel. Jedem. Dva. És tri. Egyszer. És kérem, itt van. Azt hittem, hogy jó néz ki? Gyerekek, ezek a dekor dolgok, nem tudom, hogy hogy vagytok vele, szoktátok-e csinálni? Hogy nem tart soká, higgyétek el, hogy tesztek, hogy mi eszedbe jut. Meg ami van otthon természetesen, hát nyilván, csak abból tudsz, ami van. De egy kis ötlet, egy kis fantázia, és gyerekek, ez annyira vélemény, nekem ez az én véleményem, aztán nem biztos, hogy igazam is van. De hát az éttermekben is, jobb éttermekben is ugye csinálnak egy kis dekorációt az ételekhez, én úgy tudom, meg láttam is, hogy úgy tesznek. Ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit. És akkor úgy jobban néz ki, igaz? Randomly, tehát úgy találom rá. Akkor lehet pici kis lila hagyma a tetejére, így.
Na, mit szóltok hozzá? Aztán lehet olyat, hogy majd ezt vigyük oda, jó? Ezt savanyúságként. És akkor lehet olyat is csinálni, hogy szereted egy kicsit pikánsan. Most már lassan elfogy, majd fel kell írjuk. Ez lesz az enyém, egy kis vagy zöld halapinyót, vagy ilyen savanyítottat. Hát ez már éppen a vége fele van. Így ráteszed, és akkor én azt mondom, hogy ez így tökéletes. Egy dolog maradt csak el. Egy kevés kis füstölt paprika. Így. Ennyi. Voilà. Tehát elkészült a vörösboros, borsós, gombás tokány fűszeres krumplipürével, Jani bácsi stílusában. Remélem, hogy elnyerte a tetszéseket, a tiédét is, és akkor megyünk az asztalhoz. Szokás szerint Koko az első, de most, jaj, gyerekek, most is ugyanazt csinálja. Érzi. Menj élni, go! Érzi a másik kajának az illatát. Go! Go! És let's go eat! Reménykedik benne? No! Oda menj élni! Hogy abból fog kapni. No! Oh. És tüntet, ilyenkor tüntet. De van, amikor vár még 5-6 percet is. De utána oda megy. Utána látja, hogy nem kap. Aztán akkor visszajön, és akkor megeszi egy percet benne. Ja. Na, Évi. Oh, jó étvágyat! Jó étvágyat! Vörösboros kóra vagy? Hogy mondják? Ez finom. Mindig elfelejtem, mi volt ennek a neve. Ez finom. Tűrhető? Meg lehet enni? Még szép? Persze, hogy meg lehet. Remélem, hogy meg. Eléggé. Ugye? Hát megy itt, mert vagy 2 óra hosszat puhítottam. Vörösbor, mustár, gomba, zöldborsó. Finom. Ezt is megeszem. Ja, Kokónak kommentálnia kell az eseményeket. Kokó, gyere enni! Még a tepsiben, ami van, arra rákamillázunk majd. Ott még megy valami. Úgyhogy addig nem köszönök el. Hát abban van a bor, de ez a dagadó része volt, tudod, a hús rész. Ja. Ja, és valamelyik nap valaki beírt, hogy jaj, de jó, végre volt sör a vacsorához. Hát most van, most nem megyünk sehova. Úgyhogy, hát egy kicsit azért. Ehhez megy is, ugye? Mondjuk Évi szereti vörösbort, úgy egy-egy pohárral. De nem vissza meg üröd simán, hanem csak kólával. Mi ennek a neve? A házmester vagy? Vadász. Vadász. Ja, hanem a házmester, az fröccs. Egészségünkre. Így elmegy? Na! Sok a bor. Mi? Sok lett a bor, sok de hát már bor, ennyi volt, ezt már akartam visszatenni. Ugye. Nem baj, leiszom és akkor fölöntöm. Megiszod, aztán eldobod magad. Na, még nem köszönök el, gyerekek, hanem még mondom a... Nem tudom, hogy rakom majd fel, lehet, hogy egy kis kavarodás lesz. 2 videót csinálok, meg 2 étel van. Nem tudtam külön választani a menetet, mert ugye egy bordából van 2 étel. Lehet, hogy az lesz a címe. És hát így még rajta lesz, ami a tepsibe van. Finom. Jó, én is akkor nekiállok, aztán megvacsorázok. Megebédelek egyszerre, mert ugye csak reggeli volt.